Öt győztes mérkőzés után érkezett Dorogra a Nyíregyháza Spartakusz, amelynek nem csak a hazaiakkal, hanem a hétközi kupamecs miatt meglehetősen rossz állapotban lévő pályával is meg kellett küzdenie. Az első fél időben nem született gól, a második játékrész elején viszont emberelőnybe és előnybe kerültek a vendégek, Beke kiállítását követően Jova váltotta gólra a Spariavára megítélt 11-est. A folytatásban mindkét csapat előtt adódtak helyzetek, de gólokat a nyíregyháziak szereztek, a hajrában elő Pap, majd Gyurján volt eredményes, magabiztossá téve a Spari sikerét. Megrúgtuk az első gólt, és utána már nagyon veszélyesen kontráztunk. Ugye azért beletartozott az, hogy a Dorognál volt egy kiállítás is, ami jogos volt, a második sárgalap volt 11-es, azt berúgtuk, és utána már nagyon sok veszélyes támadást tudtunk vezetni, és megérdemelten nyertünk 3-0-ra. Nem volt egyértelmű mérkőzés, a meccs előtt is igazából 3 esélyes volt a találkozó, de most azt gondolom, hogy olyan paszban volt a csapat, hogy ezeket a nehéz időszakokat vagy átvészeljük, és a szerencse is felénk billent igazából. A forduló további eredményei a következők. Siófok Szombathely 2-0, Szolnok Budafok 0-1, Vác Csákvár 0-3, Budaörs MTK Budapest 1-2, Soroksár Vasas 5-3, Békés Csaba Kazincbarcika 0-1, Ajka Tiszakécske 1-0, és Gyirmur Győr 1-1. A tabella élén az MTK Budapesttel 46 ponttal, megelőzve a 42 pontos Budafokot. A Nyíregyháza Spartakusz 31 ponttal a 7. helyen tölti a téli szünetet. Én is azt szoktam mondani, hogy mindig jól jön a pihenő, most valóban nem jött jól, nagyon jó szériában volt, nagyon egymásra talált igazából a csapat, valószínű, hogyha tovább tartott volna a bajnokság, akkor tudtuk volna tovább tartani ezt a pozitív szériát, de hát a pihenő mindenkire szükség van, azért egy-két játékosnál már a szervezet jelzett egyébként, jól jön a pihenő, remélhetőleg, hogy a jövő szezonban is így tudjuk folytatni. A Spari játékosai január 6-áig kaptak pihenőt. Az már biztos, hogy az új év első edzésén nem lesz ott Busai Attila, Csorvási Tamás és Csenáj Driron, velük ugyanis közös megegyezéssel szerződést bontott a klub.